erős lélek, mint az acél. Szóljon nekünk, ahol fénye arcoddal dacolt. Simogat a mosolyod, mámorító a csókod. Kérlek, gyere vissza a szép emlék, mert kell még a bókod. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Hullok a fa levelek, és te mindig szép vagy, megy fáról lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hey, babám, a te ringetét, olyan gyönyörű vagy, gyere ide, szeretgessél a csizmámat, meghagyja. Csúzik a napsugár. Nem akarok többé fázni, az idő nem fog miránk várni. Gyere, jöjj most közelebb, engedd szabad lelkedet. Táncolj ide hozzám utoljára, hadd legyek veled. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Hullok a fa levelek, és te mindig szép vagy, megy fáról lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hey, babám, a te ringettét, olyan gyönyörű vagy, gyere ide, szeretgessél a csizmámat, meghangyal. Színpadon Horváth Tamás és a megyfal. Na de, ültessünk a megyfát Lisszabonban? Ez itt a kérdés. Karisz. A te veled kapcsolatosan én két részre osztanám a fellépésedet. Először is, nagyon jól énekelsz, nagyon jó hangod van, szuper minden, nagyon helyes figura vagy, stb. És azt mondanám mellé, hogy a másik oldal, az pedig a dal, és ezt a Miki kollégám is mondta múltkor, meg én is egy picit azt hiszem utaltam rá, hogy valamilyen irányba jó lenne, hogyha beállnál, és azt fölvállalnád, mert én azt hiszem, hogy ebben az esetben még sikeresebb tudnál lenni. És ennek fejében azt szeretném mondani, hogy hallottuk azt, hogy neked nagyon sok rajongód van, most plusz egy rajongót írjál magadra föl, mert én a hangod rajongója lettem. Segítsünk akkor a kapcsolatominak! Judit? Én nagyon gratulálok a produkcióhoz. Annyit jegyeznék meg a Miklós védelmében, hogy a kisfilmben mondtad, hogy a csettintés, hogy nem gondolod, hogy minden ilyen egyszerűen megy, és azt hiszem, hogy ő nem is erről beszélt, hogy ilyen egyszerűen menjen a produkció, hanem azt a pluszt hiányolta a produkciódból, ami gyakorlatilag egy ilyen szintelen, szaktalan, megfoghatatlan valami, amitől valami el tud szállni, amit megtölt egy stúdiót, úgyhogy én ennyit szerettem volna hozzászólni a csettintés védelmében. Nagyon szépen köszönjük. Még négy produkció van hátra, és kiderül, hogy ezek a vélemények hány pontot érnek. Hamarosan kivessézzük itt a színpadon történteket. Csatlakozz bátran a többiekhez. Hamarosan beszélgetünk. Még egy nagy tapsot Horváth Tamásnak.